És akkor csúfusz felédek. Snoring. Ne aludj! Ezek az animációk. Igen, egyből beleesik a csizmájába. Valahol néz ki. Nem semmi munka lehetett ezt megrajzolni. Egyik részét se lehetett. Egyébként nagyon minőségi az egész. Tehát a, nem is csak az, hogy megvarajzva, hanem a bevilágítások már jól néznek ki. Árnyékok, a színek, minden teljesen jó. Hihetetlen. Megvolt nekik már az a dizájnál vonaluk, az mégis negyedik részt tudják, hogy minek, hogy kell néznie. Igen. Szerencsére. Megürencsünk. Kézzük. Bubble wrap. A pukkangasztós izé. Ja, igen. Mondja, nem tudja mi van nála, de elrakjuk. Igen. Nem akar erre. Ja, le is tőle, Rufus. Ez is marha jól néz ki, az igen. Zöld drutyi. Maga a diponia. Egyébként már egy kis idővonal más, mint eredeti első részben, mert ott nem zöldékben mondt építettél, hanem katapult előtted ki magad. Itt meg a barátnőjével Tonyt is magával akarja lenni. Tipikus növények. Nem szabad összetörni a porokat, mint mondanak a rakszik a lány, és a játékes ügyulája arról szól, hogy ezt nem próbálod megúszni. És időt fogsz utazni, hogy visszatekered az időt, ha ne törjenek össze a rovatóra. Jó, ma jön egy róros nerefánt is összetörjenek. A sorozat visszatérő szereplője Lotti, akiről megtudtuk, hogy miért öltözött női ruhába, de azt most nem mutatjuk. Meg, az nagyon vicces, hogy neki nézem meg saját magam majd. Most beszélgetünk vele. Még a melltartóját kell megszereztünk. Most, hogy nő lett belőle. És ami is zseniális, az a szinkron hangja, hogy a női és a férfi hangot össze-vissza váltogatva csinálja. Amikor a legelső részben ezt megtaláltam, hogy percig irányult. Az egész karakter. Annyira zseniális a hangot felépített. You calling me fat? What? No? Sorry, I just feel so insecure. This is such a big step into the unknown. Don't worry. Oh, ezeket a párbeszédeket ír, az biztos nem jön már is. Lábolj túlságos. Szörte. És akkor ő lepirálja. Hú, azt nézzük meg, ez marad. Na, nekünk meg kell szereznünk ezt a dolgot, amit akkor tudunk megszerezni, hogy tudadubjuk a közepébe a dalsztáblának, de csak ezt lehet eljátszani. Ha időt visszateged, akkor már nem. Uh-huh. Na, az érdekes hangzik. Most megpróbáljuk bedobni. Ilyen sikerül? Maga a játékmenet hagyományos kalandját így gyűjtögeted a tárgyakat. Van egy csomó hülyeség, amit hülyen dolgok. Hülye módokon felhasználsz. Teljesen mangás egyébként, hol az a, az a stílus, amiben megrajzolták őket. Ez az erős kontúros, igen. Azt, hogyha megnézed. Meg a szemük is például. Behúzott neki. Igen, és utána lazán rágyult egy cigire. Akkor ez rózsaszínen virágít a takin. Igen. Az ilyesmi miatt. És ezt kell majd mindjárt figyelnünk, hogy ne remennek a lábnyomai a városban. Uh-huh. És akkor így tudjuk nézni. Aha. Jaj, utána ezt a részt. Ott vagy. Igen, az így lemegy. Aha. Ott visszajön. Uh-huh. És ott van. Utána, hogy mennek mind a hárma. Ja, követik, hogy hova. Ja. Megakad. És majd vissza kell menni. Uh-huh. És ugye lehet öregkedni fejekkel. Oda egészen fel. Igen, vissza. Uh-huh. Így az érdekes, hogy ilyen különleges újkai feladványok vannak benne. Uh-huh. De más játékban a jelesült, nem láttam. És akkor így végig a félvárosra. Uh-huh.
Nem tudjuk. Atya úristen. A secret lever. Úgy deponiás baromság. I present the secret. Akartam is mesélni neked egy hasonló munkai feladmány, de régi részben, de most mindenki szemben elég volt. Az is hasonlóan színvonaltalom. Jó popa volt amúgy. Kíváncsi vagyok, hogy ott mi lesz. Ez az elefántnak a hideout. Fújtosik. És ugye elmennek, hogy nézzük. Wow, that must be the remains of the emphasis. Ja, és a rózsaszín elefántról kiderült, hogy a Tonynak az anyja. Rózsaszín ruhába, ki nem akarta, hogy a lányal utazó Rufusszal. És azért törünk mindig össze. Tehát én hülyeségek, ami minden. Kellően állnál beteg ez a játék. Ó, igen, eszembe jutott a kedvenc részem a dolgizsorzókban a második rész elején. Van a Rufus szülei beszélgetnek a Rufus menyó gyerek, és közben háttérbe felgyújtja a konyhát véletlenül. És akkor mondják, hogy sose okozni ilyen gondot, hogy például a konyha felgyúlóan, és akkor próbálj eloltani. Tehát ilyen helyzethumorokra itt az egész. Igen. És akkor fogja ízét az anyja. Gladly skip a phase if you want. You wait! That's the last time you'll see Tony! I'm gonna forbid her to ever meet- Go ahead! Just like now you- Nagyon kedvesek együttünk a nősunkkal, szerintem mit kell vele csinálni? El le kell rúgni a csávot. Igen. Ezt teljesen jól látok. Szevasz! Bon voyage, you hungry! What did you say? I said vroom! I can't hear you! The balloon is on fire, you doofus! Oh, yeah. The balloon is fire. On fire! Oh. Csak ott... Ez amit nem tudnám műfordítani egyébként. Csak úgy ég az egész város. Rózsaszín elefánt is. Milyen volt jelmez. Nem dörül ki, de tippenek egyébként, hogy ők vannak benne a jövőből, és így szopatják sajátok valamiért. És tesz egy angol nyelvtörőm. Don't you mean the way it would always have been? The way it always would have been. The way it always had. The way it always could have, should have, would have been. Azért a szemetű megnéztem volna. Elefántok az összenet végezni. Na. Bum. Tavasz. Ugye visszállt. Időgépünk valamit a rossz telefont készített. És most be fogjuk indítani, és bőkutozunk. Ki tudjuk választani az úti szélünket nagyon sok lehetőségből. Például mentünk Elysiumba, mehetünk Elysiumba, és mehetünk Elysiumba. Szintén menjünk így Elysiumba. Nézzük meg a város látképét. Igaz, igen. De mondom, hogy gyerekem! Kicsit nem annyira jó a helyzet. Kicsit ég a város. De róla. És úgy észreveszi. És így egész szürállomás ég meg szétlen. Na hát köszönjük a figyelmet mindenkinek. Ja, ismétetek minket erre a fél órára. Igen, Depónia bemutatunk. Szerintem a cikket majd te fogod szolgáltatni az oldalra. Egyszer megírom. Igen, hogyha végigvitted a játékot, te is meg kívülöbb belőle a Depóniát. Addig is mindenki szerezze be, aki szerette az első három részt, mert ez egy fanfiction, meg tudom titulálni leginkább, meg fanszerviznek. Komolyan nem lehet venni, de jó játék.